Na hát, sziasztok srácok, én Alcatraz vagyok, és ez itt egy újabb videó lenne. És hát ezt a videót OBS-sel veszem fel, és mostantól lehet, hogy lesznek hosszabb videók is, és nem tudom, hogy sikerült megcsinálni, de sikerült, tehát most már remélhetőleg azért jobb minőségben lesznek a videók. Igazából ez ugyanolyan minőségben csinálja, mint a Fraps, csak picit kevesebb a helyfoglalása, és akkor azért jobb. Úgyhogy szeretném nektek elmondani legelőször azt, hogy váltottam törpére. Az Alcatrazos karit váltottam egy törpére. Meg is mondom nektek, hogy miért. Nagyon egyszerű az oka. Felmegyek az Alcatrazos karakterre. Teszem azt, ja, nem lehet haladni, gyenge vagyok, nem lehet azért haladni, mert nem tudok igazából érvényesülni. Tehát felmentsz, hogyha nincsen baráti köröd, ami nekem annyira nagyon nagy nincsen, hogy folyamatosan menjek. Van egy tank barátom, aki akkor jön el, amikor kedve van. Van egy másik tank barátom, az picit más körökben mozog, van IAS barátom, ő is más körökben mozog, néha-néha elmegyek, de így nem lehet fejlődni, tehát így nem lehet egy karaktert vinni, hogy nincs csoport, nem tudsz farmolni, nem tudsz bejutni sehova, ha bejutsz valahova, kikik kellnek azért, mert vadász vagy. Tehát teszem azt beide, hogy Q3 fatal, 2-5, mondom, hogy plusz, bemegyek, nincs be még egy vadász, sem meglássák, hogy vadász, és kidobják. Olyan szinten ki vannak közösítve a vadászok a szerveren, hogy nem hiszitek el. Tehát ténylegesen az a szint, ami már kritikus. Nem tudom, hogy ez ügyben terveznek-e a fejlesztők valamit csinálni, de nagyon brutálra sikeredett ez a törpe. Tehát meg is értem, hogy a tankok is úgy szeretnek menni, hogy egy tank, aztán 4 törpe van a 9000-es alappal, tehát akármilyen barátom van, hiába vagyok vadász, azért kuncsorogni kell azért, hogy eljussak valahol a csoportba. Ezért úgy döntöttem, hogy váltok törpére. Egy 31-es törpének 974-es alapja van, és nem számít az, hogy mennyi a speedje, mert ez a drágaság, hát ez eszméletlen. Plusz 175%-ot okoz tűzsebzésként, tehát ettől még sokkal több. És beteszek egy kis kék eszenciát, ciki, de nagyobb a sebzése, mint az 50-es karakteremnek. Hamarabb letalok bármit, köztest egyedül viszem, tehát én nem értem, hogy egyáltalán miért nem mindenki törpét kezd. Jó, hogy ott van a vadász, ügyességi. Sokkal jobban szeretek a vadásszal játszani, mert lehet vele pengetázni, hasonló nagyon sok képessége van. Törpével csak lerakol két darab ilyen kis atom, mit tudja, automata lőfegyvert, és akkor már tiéd a világ, meg téged mindenhova keresnek. Jó, hogy kevés az életed, de hát amennyi tank, meg minden szeret téged, akkor elvisznek, az csá. Eszméletlenül jó képességei vannak, nem tudom. Én engem megfogott, ezért úgy döntöttem, hogy elkezdek szépen egy kis úgymond a törpicskét. Egy pillanat, egy picit pittyog ez a TS, nem tudom, hogy minek, mit számol ez visszafele. Lépek TS-ről. Tehát nem értek egyet az emberekkel, hogy miért diszkriminálják ennyire a vadászt, miért részesítik ennyire hátrányba. Jó, most tehát akinek megvan a híre, meg innen baráti köre van, azt folyamatosan hívják, mert tudják, hogy ott van a toppon, az annak más a helyzete. Viszont egy kis szinti törpe be tud bármilyen csoportba kuncsolni, akár fatal, akárhova, hogyha még nincs is annyira jó cuccai, berak egy kis piros eszenciát, és odaverje az összes mobot. És utána, ugyebár mikor már vannak cuccai, akkor már lassan kiveszi a piros eszenciát, az csá. Tehát én most egy 50-es csoporttal jobban tudnék menni, mint az Alcatrazos karakterem, raknék egy kis kék eszenciát, és többet lesebeznék a mobokba, hasznosabb lennék, mint mondjuk az Alcatraz karakterem 31-es szinten, és még ki tudja, hogy hol van a határ. Nézzétek meg a fegyveremet, milyen jó sikeredet, mutatok egy másik fegyvert, hogy lássátok is, de úgy látom most nincsen. Tehát ilyen brutál jó lett, 400 sebzés van benne szinte, hát 400 a teteje. 60%-kal magasabb fegyversebzés, 45, hát legyen 50%-kal magasabb fegyversebzés és plusz 20 sebzés. Nagyon sokat tesz, és hát nem tudom, én úgy vagyok vele, srácok, hogy brutál jóra sikeredett ez a törpe, akkor már miért ne játszak vele, meg ilyesmi. Tehát én úgy vagyok vele, hogy bármelyik csoportba kell, tehát és nem az, hogy nem találok majd vele csoportot, összes csoportba kell, mindenhol dwarf. Csak annyit írok, hogy plusz és már lesz hely, ezért is jó, és akkor utána már könnyű megszerezni a cuccokat, hogyha folyamatosan mensz. Nem attól esik nekem a Grimax-et vagy a Q1-es, mit tudom,
fegyver, mert szerencsés vagyok, hanem azért, mert folyamatosan mentsz, és egyszer szerencséd lesz, és akkor meg lesz. De addig kinkeservesen vadásznak, kinkeservesen meg kell szenvedni azért a kis dologért. Tehát én nem tudom, hogy miért diszkriminálják ennyire a vadászokat. Jó, van a bénító képességük, de az is mekkora előny már, hogy tud folyamatosan pajzstörést csinálni, és mégse. Nézzük meg ezt. Ilyen a kraftolásról visszatérve, ezt a fegyvert egyébként kraftoltam. Ilyen fegyvereket leraksz, ami például itt van ez a drágaság, leraksz még vagy négy ugyanilyet, és összekraftod, és ugyanezt a képességet fogod kapni, ezért is hasznos. Szóval most én váltottam törpére, az Alcatrazos karakter lesz a mentorkari, meg néha-néha eventeket megcsinálok vele, meg hasonlok, mert most már van időm. Már nem tudom meddig, mert most már szervezni kell a IRL jövőt, úgyhogy értitek, hogy megy ez. Most már el kell kezdeni élni, ahogy szokták mondani. Szóval nem tudom, tanástalan vagyok, hogy miért diszkriminálják ennyire a vadászokat. Mert régen, amikor elkezdtem a vadászt, nem tudom, még annyira nem volt annyira nagy sláger a törpe, 45-ös szint volt, meg minden. Nem volt akkor a nagy sláger a törpe, és mindenhova írt, bementél vadászként, nem bánták, ott van egy vadász, tök jól lehetett húzni a karaktert, aki akkor felhúzta a vadászt, annak is most szarérzés, mert egyébként kidobják már csak azért is, mert vadász. Tehát ezt a vadászok tudják csak átérezni, törpéknek jó dolga van, megkap mindent szinte, nem is kell annyira játszani vele, 5 éves is eljátszik vele, csak nyomogatni kell a gombot, meg lerakni jobb gombbal szépen magadnak az automata lőfegyvert, az csá, néha-néha elugrol egy kicsit, az annyi, meg begyomsz egy kis rakétát, meg egy, ha ügyes vagy, akkor tudsz vele jól PvP-zni is. Az biztos, gyerekek, hogy PvP-be a vadász az arat, az szó sincs, az arat, de PvE-be jobb kasz nincsen a törpénél, és én ezt bátran kimerem nektek jelenteni. Szóval, hogyha vadászok vagytok és még kiszintűek, én ajánlom nektek, hogy kezdjétek el szépen fejleszgetni a törpéteket, mert nagyon nagy szükségetek lesz rá. Titekbajt fogtok kapni, srácok, ugyanúgy, mint én. Lehet, hogy majd egyszer-kétszer elmegyek farmolgatni, meg minden a vadászommal, mert nagyon szeretek vele játszani, de egyszerűen nincs jövője. És lenne egy magim, akkor mágust is nagyon keresik egyébként, a szingu miatt, azt mindenhol keresik, de nincs olyan, hogy nem keresnek mágust egy csoportba. Van olyan, hogy törpe nincsen, nem már. Van olyan, hogy törpe nem kell, de mágus mindig kell. Tehát mágus az olyan dolog, ami hasznos, de viszont azzal meg kell kinkeservesen szenvedni, azt fel kell húzni, azt be kell talentolni, az minden itt, meg a törpénél egy feladatod van, sebezz minél többet. Tényleg egyszerű, sebezz minél többet. Nem számít az, hogy mi a neved, hogy vagy, törpe vagy, mennyi a sebzésed, van egy 2000-es alapod, van, hát akkor gyere, ennyi. 2000-es alap, jól lenne, ilyen szinten 2000-es alapom lenne. Max annyi a hátránya, hogy nagyon-nagyon kevés az életed, meg hamar kifekszed, hát lássátok, hogy most egy kis kifekvés, mi van már a belőle, semmi. Azt itt lerakok egy kis képágyút, meg egy ilyen kis robbanó szart, aztán már az élete sehol nincsen. Srácok, gondolkozzunk már. Lazán már szerintem leszoloznám ilyen szinten gorgát is, meg hasonlók. Tehát nem tudom, én most elkezdtem a kis törpicskémet fejleszteni. Nem tudom ki, hogy fog neki örülni, de vadászos életnek vége van. Itt be kell fejezni. Vadásznak nincsen jövője szerintem. Legalábbis egyenlőre, ameddig nem kezdik el a törpét gyengíteni, meg a vadászt erősíteni, hogy legyen már valamilyen szinten a vadászoknak is csoportja, nem csak baráti körbe, hanem külföldiekkel is, mert jó, most feljössz, nincsen nagy belakom, mondjuk faktor fenn van, de hát ő is folyamatosan csoportban van, és őt is folyton hívják, tehát nem az, hogy most beszervez, meg ő csinálja a csoportot. Ha te csinálod a csoportot a vadászként, akkor könnyű, de a tankot lenni, mondjuk igaz, hogyha van egy tank, akkor az már mindjárt más, ha van egy tank haverod, hogy megcsinál a csoportot, bevesz téged, az csá, vagy baráti kört szervez, vagy akármi. De úgy nincs jövője, hogy te, neked nincs ismeretséged, és már pedig nekem hiába van, mégsem tudok érvényesülni. Napi szinten fent tudnék lenni 5-6 órát délshowba, abból kb. Fél órára elmegyünk egy Q4-et, aztán annyi. És el is várom kell csomó időt.
Ezzel a TP-vel meg csak plusz osztja, csak írni kell, hogy plusz megyek. Nem tudom, ki tudja átérezni, de ez így van. Úgyhogy szerintem én már a mostani városvédő eventen, hát ez szinte pár napos, öt napos karakter, és akkor már 140 szférája van. Csak farmolni kell, csak csinálni kell, srácok, csak csinálni és csinálni és csinálni. Nincs olyan, hogy nem csinálom, nincs olyan, hogy nem érek rá, csinálni és kész. De mi a fene? Nem vettem fel. Úgyhogy itt egy a lényeg, csináld a karaktert és kész. Semmi másról ne törődj. Kíváncsi leszek, hogy mennyi idő alatt fogja lerenderelni ezt a videót, úgymond ez egy szintű próba is. Megnézzem. Aztán kíváncsi vagyok. Tehát minden cuccomat arra néztem, hogy minél több sebzést adjon, ki tudjam maxolni, de még itt sem vagyok vele megelégedve. Sokkal több sebzés is ki lehet hozni, sokkal kevesebb szinten is, tehát nagyon durva, egy 9000-es alapot egy törpe el tud érni lazán. Igaz, hogy kell bele pénz is egy kicsi, de lazán el tud érni egy 9000-es alapot. Viszont az a durva, hogy ez a Dragonos Revent, kiszedte valaki a szettet, de nem tudom, hogy törpére milyen szettet szedjek össze. Törpével tanácstalan vagyok még egyelőre. Majd utána nézek, hogy mit tudnak a nagyok, meg hogy milyen szedben vannak, mint mondjuk a vadásznál. És akkor innen már egy picit másképp mennek a dolgok. Farmoljunk még egy picit fel, aztán még lesznek a vadásszal is videók, tehát nem azt mondom én, hogy most nem fog egyáltalán lejátszani, de csak akkor, hogyha hívnak valahova, vagy hogyha látom, hogy van fent valami span, és akkor szervezünk egy törpés cuccot, és szerzünk két törpét, meg menjünk egy kis Q-fatalozásra. Q1 kellene a legjobban nekem, hogy tudjam a pengetáncot végre hasznosítani. A mellékes, hát az nem 2 perc biztos kiszedni. Hogyha még kidobja az egyik szetet, akkor még ki kell dobni a másikat is. Egy Q4-es íjnak szerintem minden vadász megörülne. Sokkal jobb íjon van sebzést tekintve, de a set és a bónusz, amit ad, az a jó. Tehát, most, hogy megnézitek egyébként, élet, az van 1400, semmi, 31-es szinten, de a sebzés azért, a labasz az azért, 974-es tető, az azért, az nem kis dolog, az eléggé nagy dolog szerintem, még látszik is, hogy másodperceként feküdnek a mobok, igaz, hogyha megsebeznek, akkor én is, de hát lerakod a géppágyút, a szalac, az követnek, azt ennyi. Még mehetsz nyugodtan, amelyre akarsz. Lerakod a géppágyút, leraksz egy ilyen bombát, a bomba sebez, leveszi az izét, megy a géppágyú neki, azt sebez 1000-re. Azt is figyeljétek, hogyha ilyen cuccok esnek, mondjuk jó, az krittet ad, de hogyha esnek olyan sebzés cuccok, amik mondtam, mint ez, amire tettem, akkor azokat össze lehet craftolni az új craft rendszerrel, és akkor azt a varázslatot fogod kapni, tehát mondjuk ez szerintem jól meg van csinálva is. Végre van értelme annak, hogy kapsz valami szar cuccot, vagy nem a legjobbat, és akkor tudod használni, meg értékesíteni, meg kihozni belőle a maximumot. Tehát ezért ki lehet maxolni a karakteredet. Nem egy kis munka lesz amúgy ezzel a törpével se játszani, nagy azt higgyétek, hogy most én holnapra már 50-es leszek, meg mit tudjam én mondjuk. Ha nagyon ráfeküdnék, szerintem így egy hét alatt össze lehetne hozni az 50-es szintet. Csak tekercs kellene, meg hasonlók. És meg is lenne. Ez is pozitívum egyébként, hogy ezt is megcsinálták a drakenesek, hogy oda vezet a küldetéshez szó szerint a játék. Nem kell vele nagyon foglalkozni, egyébként most csábítottam rá a játékra egy csávót. Megtetszett neki, most játszik. Mondtam neki, hogy mit, hogy merre. Az egyik nézőmmel vagyok most mondjuk egy klánnal, de nem sokáig leszek ebbe a klánba szerintem, mert nincsen semmi haver, meg szerintem csinálok saját kent a kis törpicskémmel, és akkor ide már tényleg csak az aktív emberek fognak jönni. Semmi köntörfalazás. Mostantól ezen a karakteren leszek szerintem legtöbbet elérhető, hát most is itt van 2:30, én mindig farmolok. Már 3 órától nekiálltam és csinálgattam, csak mikor megunja az ember, egy itt felmentem vadászra is, tehát meg lehet unni, azért kell még egy karakter, hogy utána azzal egy picit játszál. Miért nem Rubint adsz? Miért nem Rubint adsz? Sima izét ad, Zafir, tehát ki a faszomnak kell ez? Nem kell, felesleges. Szóval igaz, hogyha egy egyszer elkapnak köztesbe a mobok, akkor onnan nincs menekvés, ott fekszik a törpe.
Hát azért van, hogy a harcos az nyomja a vérszomjat ezerrel, bírja a pofont, te pedig ott hátul sebezzed le ezerrel a mobokat. Van még egy hírem egyébként, hogy nem tudom, tudtok-e róla erről a Hermit, meg én köztem volt egy kis konfliktus, legalábbis én éreztem csak annak. Elmentem igazából velük farmolni még a Dragon Eventnél, és akkor ott volt egy olyan, hogy lenyomorékoztak, tehát nem hallottam, hogy nem üssük a szörnyet, meg ki akarja húzni, meg minden, nem azt hittem vérszomjal húzza magára, meg hasonló, de mindegy, és akkor lenyomorékoztak, és akkor visszanéztem az adásból, mert igazából szoktam nézni, főleg mikor játszok, és akkor unatkozok, szoktam nézni, és ott lenyomorékoztak, és egy picit zokon esett, de utána úgy láttam már, nem tudom, ilyen valamilyen stílusa van, szóval nem gondoltam annyira komolyan, és utána meg voltunk egy Q4-et, és ott mondjuk meg tök normális volt, szóval nem tudtam kiigazodni, hogy most mi van. Szóval erről kevesen tudtok, de vannak, akik tudnak, szóval azért is mondtam el, hogy mi van, meg hogy van. Mondtam is, hogy akkor felbasszottam magam, és csináltam egy ilyen, hogy is mondják ezeket a videókat, ilyen rage videók, meg hasonló, hát mondtam, inkább nem ismerem még annyira, hogy tudjak róla véleményt alkotni. És akkor így tök jól esett egyébként, hogy ott nem dobtak ki a csoportból, igaz az, hogy Faktor rendezte az egészet. Meg volt olyan komment a privibe Hermitnek, hogy dobt ki alkat, azt én többet érek, meg hasonlók. Ezért is mondtam, hogy ha van egy törpe, törpénél bármilyen kaszt, nem jobb már csak a törpe, az erősebb törpe. Ezért is szeretném a legerősebb törpét megcsinálni, és akkor ott van, ott lesz. Nem mondom azt, hogy nem játszanak szívesen a vadásszal, csak azért én dupla, úgymond diszkriminációba vagyok. Nem is vagyok erős, sőt, mondhatni gyenge vagyok. És ha megnézitek a tudásomat, 19-es, a másik karinál 20-as. De most mentorkarival szerintem egy ilyen 2-3 hét, 4 hét alatt behozom a 30-as talentet, meg hasonlókat, de nem biztos, mindegy, kiszámolgatom én itt, hogy is fog ez menni, de mindegy, majd alakul valahogy, és akkor meglássuk, hogy mit tudunk kihozni a dolgokból. Eszméletlen, kibaszottul tetszik ez a törpe. Láthatjátok ti is, hogy így lazán, csak lerakom, megyek, kényelmes vele játszani. Vadásszal meg oda kell tenni, nyomogni a képességet, itt meg összesen használsz egy képességet, meg lövöldöző. Mint valami bot. Kis testvérem játszani ezzel a karival szerintem, mivel lehet meg is tanítom neki, míg távol leszek, mert lehet, hogy megyek külföldre dolgozni, hogy üljön le majd szépen, én azt nyomogassa, meg fogunk kitanítom, csinálja nekem, azt jó lesz. Megtanítom videót szerkeszteni is. Egyébként van egy olyan terv, már így beszélek nektek, lehet, hogy most a CMTS-ok nem tudják, de majd ott külön megint elmondom, fogok menni, lehet, hogy külföldre dolgozni, és akkor így lehet, hogy ilyen 2-3-4 hónapot is távol leszek. Na most ott az lesz, hogy én előre felveszek, mielőtt elmegyek jó pár videót, és így beteszem rögzítésre, hogy minden egyes héten legalább 2 videó jöjjön nektek, és amikor hazajövök, szintén csinálok vagy 5-6 videót, és akkor azt levágom, meg minden megcsinálgatom, vagy megpróbálom csinálni, és akkor az első havi fizetésemben meg veszek egy laptopot, meg egy webkamerát, vagy valamit, és akkor lehet, hogy átállunk a vlogokra, és a gameplay csak akkor lesz, amikor már komolyabb laptopot is tudok venni. Szóval egyelőre ez a terv, de hogy mi valósul meg belőle, azt nem tudom. Az első hónapot mindenféleképpen ki kell ezt bírom ilyen játékok nélkül, meg hasonló, kicsit nehéz. Adok nektek egy tanácsot, ha esetleg fiatalabbak nézik ezt a videót. Ne nagyon szokjatok rá erre a gépezésre, mert suli után, hát még hogyha más suliba mentsz is egyetemre vagy fősulira, már nem lesz annyi időt gépezni, és tök zokó fog esni, és tök nem akarsz majd sehol sem menni, mint ahogy én sem. Hogy oda nem megyek, ahol nincs internet. Tényleg amúgy, de mi a szart csinálnék, hogyha nincs net? Egy normális ember mit csinálna? Meg se érezné, mit csinálunk mi? Szarul érezzük magunkat, alig várjuk, frissítgessük. Például egy saját példát mondok nektek. Nem volt itt internet a kis falucskánkban, mert fejleszgették az áram technikát, meg hasonlók, és akkor nem volt internet. És akkor minden reggel, fél tisztől, fél ötig nem volt internet, és tök szar volt. Tehát nem tudtam konkrétan mit csinálni, mert most jelenleg nem dolgozom, mert szabadság, meg hasonlók, nem dolgozom, és hát, ha mit is mondjak, tök szar volt.
Itthon van mit csinálni? Tehát eltengődöm, meg megcsinálod ezt, azt, megcsinálod egy óra előtt, és utána mit csinálj? Konkrétan lefeküdtem, és aludtam az unalomtól. Tehát konkrétan aludtam. Úgyhogy ne nagyon szokjatok rá a gépezésre, meg bírjátok ki a gépezést, meg tényleg a legtöbb ember mondjuk elmenek nyaralni egy szép helyre, de mivel nincs ott internet, vagy wifi, vagy akármi, nem akarsz menni, saját tapasztalatom mondom. Van egy szép hely, van, lehet nyaralni, de viszont internet, tévé, semmi nincs. Esti programok nincsenek megszervezve, de azért szívesen elmenne az ember. És hát nem tudom, így belegondolsz, és azért nem mentsz, mert nincs internet. Azért kell most már egy picit gondolkodni. Nekem is most elkezdett egy picit felnőttebb lenni a gondolkodásom. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy külföldön mennyire jobb lenne dolgozni, meg Anglia, meg ez, meg az, meg bizba az faszom, meg így tudjam. És mennyire igazam van, mert miért dolgozzak én, mint fiatal, mint olyanokról beszélek, aki nincs lehetősége, mert család, meg hasonlók, akinek van lehetőség kimenni külföldre, miért dolgozzak én egy hónapot ugyanannyi időt, fele annyi pénzért, meg negyed annyi pénzért, mint ahol máshol megkeresném. Tehát most gondolkozunk mi fiatalok, miért dolgozzak én mondjuk 100 000 forintért, amikor én elmegyek külföldre, és meg tudok keresni 300 ezeret, és abból mondjuk 200 ezeret meg tudok takarítani, és ugyanígy kell dolgozni, vagy még kevesebbet. És felteszem a kérdést, miért kellene akkor nekem mondjuk dolgoznom fele annyi pénzért? Most ebből keressétek a logikát, tehát miért kellene? Semmi okom nincsen, keresni kell a lehetőségeket, és élni vele. Ilyen egyszerű. És ezzel szerintem sok fiatal így is van, hát nem véletlen, hogy a legtöbb ember kimegy, és még itt Ukrajnában, ahol 20 000 forintos a fizetés, és szinte elmegy minden, a kajára, meg hasonlókra, már úgy lehet venni egy komputert, vagy akármit, amit szeretnéd fejleszteni, a videókártyát, vagy bármit, nem tudod fejleszteni. És erre is van egy olyan mondás, nem dolgozol, nincs pénzed fejleszteni a gépet, mikor meg már dolgozol, akkor meg már nincs időd játszani. Tehát ez egy ilyen körforgás, tehát sosem lesz olyan időd, majd nyugdíjas időidben lesz időd játszani, hogyha lesz kedved, vagy ha megéled. Értitek? Úgyhogy nem tudom. Hogyha van egy jó laptopod, akkor meló mellett is tudsz játszani, de a videózás, hogyha elmentsz melózni valami külföldre vagy akárhol, szerintem az úgy touch. Az úgy rip lesz, úgyhogy megpróbálunk majd minél több időt, mert ezt én hosszú távra is komolyan tervezem, tehát ez a legtöbb dolog, ami mellett kitartok, a szabadidőmnek nagy részét ezzel töltöm el. Gondoltuk bele, milyen jó érzés játszani, meg közben videózni is. És milyen jó érzés, mikor megdöglő. Na jó, most srácok, kicsit elbeszélgettük az időt igazából, csak szerettem volna megmutatni nektek, hogy minni játszok. Mivel töltöm el az időt, hogyha nem láttok esetleg az Alcatrazos karakterem, akkor hol töltöm el az időt? Igen, tudom, hogy a széle egy picit le van vágva, nem tudom, hogy miért. A következő videónál majd megnézem, hogy mi van. Szóval értitek most, összedobtam itt nektek egy pár perces videót, hogy tudjátok, hogy mi van, meg hogy tudjátok, hogy törpével játszok, meg a nevemet tudjátok, milyen foglalatoskodok, úgyhogy ez van. Na, még dob be ezt is. Mindegy, köszönöm szépen nektek a figyelmet. Az Alcatrazos karakter is köszönöm. Felveszem azért még itt a napit, azért nézzétek meg az Alcatrazocska is, hogy áll. Nem tudom, eléggé jól néz ki, de 1400-as alapja van, tehát gondolkozzunk el egy picit rajta. Jó, hogy van krittem, meg be is krittelek párszor, de inkább azt pénzt, amit farmolok, én inkább arra a karakterre szeretném költeni a törpére, mert több hasznom lesz belőle. Ez pedig akkor marad egy kis mentor karakterecskének. Itt is ki kell állni két próbát, hát már megint. Szinte minden szférámat ez a napi küldetés fogja felemészteni. Van kb. Hol is van a szférám? 266 darab szférám, tehát minden nap szinte ezt a küldet kapom, és akkor mivel csináljam meg, mivel is fogom, megcsinálom így lazán az IQ két próbát küldetést, azt cseh, nem foglalkozok vele, és akkor már mínusz 20 darab. De viszont mikor majd lesz a Blackborg event, ami kellene erre, ki kellene szedni a szettet, azzal egy picit jobb lennék. Megnézzük a baráti listámat, ilyenkor ki van fent a fakti, már nincs csoportba, de gondolom nem is akar szervezni, fenn van a tank, nem nagyon szoktunk együtt járni, de azért felvettem baráti listára. Mint tudjuk, két ukrán haverom van,
Hát annyira nem mondhatni ezt havernak, mert kidobott, írta nekem, hogy Ranger, zárójelben Nob, az kidobott, a vitek az vitt, de hát mindegy, ez a karakter akkor egy picit feledésbe merül, és akkor a másikat elővesszük. Na jó, nem húzom tovább az időt, köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem megnéztétek a videót, és most már számíthatok ilyen hosszabb videókra is, és megköszönöm nektek tényleg, hogy még egyszer, hogy megnéztétek. Esetleg, hogyha tanácsotok van, vagy bármi, akkor tegyétek fel kommentbe, vagy ha kérdésetek van, azt is. Megtaláljátok a rendes Facebookomat, a rendes nevemmel a leírásban, vagy esetleg a úgymond céges áll rajongói oldalamat is megtaláljátok, azt is lájkoljátok be, és tudtok igazodni, hogyha lesz rajta sok lájk, meg látom, hogy tetszik nektek, akkor oda kírok minden nap valami információt magamról, vagy hogy miért nincs videó, miért van videó, mikor lesz videó, hasonlók, és akkor nem kell ezt folyamatosan kérdezgetni. Na jó, tényleg elbeszéltem már ezt a végét is. Köszönöm nektek szépen a figyelmet, én Ákatresz voltam. Sziasztok!